Noszály Sándor és Sávolt Attila a szervezők kérésének elegettével léptek pályára néhány mérkőzés erejéig a székesfehérvári Kiskút teniszklubban szombat délután. Sávolt Attila saját bevallása szerint évek óta nem fogott ütőt a kezében. Gyakorlatilag 3 éve nem fogtam ütőt, mióta Fucsovics Marci mellől kiszálltam az aktív edzősködésből, úgyhogy inkább ne értékeljük, hogy hogy játszottam, vagy hogy éreztem magam a pályán. Az volt a lényeg, hogy a meghívottak jól érezték magukat, és én nem voltam még itt Kiskuton, tehát én most láttam először a létesítményt élőbe, és hallottam már nagyon sokat róla, és tényleg azt mondhatom, hogy Magyarország egyik legjobb, hanem a legszebb tenisz létesítménye. Noszály Sándor szintén csak jókat mondott a klubról és a szervezésről is, valamint néhány mondatban értékelte a magyar teniszsport jelenlegi helyzetét. Keményen edzünk, sok tehetség van, nekem 5 játékosom van, mindenki nagyon sokat fejlődik, idén 13 tornagyőzelmünk van. Mindenki 150-200 helyet ment előre a világmagistán, a Pirozs, ami 250 körül van, Marozsán is jó helyen van, Balkusz fajta, Veljombi az ötödik, a lányoknál is ketten azt hiszem 100-ba be tudtak menni, alakulunk, mindig előre kell nézni, nem hátra, úgyhogy jól állunk. Vasárnap rendezték az idei év első Grand Slam tornájának az Ausztrál Opennek a döntőjét, ahol Daniel Medvegyev és Rafael Nadal csatájából Noszály Sándor utóbbi győzelme mellett tette le a voksát. A mérkőzés végül Rafael Nadal győzelmével ért véget.